Azonosító SCP-813 Besorolási osztály Keter Speciális tárolási körülmények Az SCP-813-at a 117-es számú telephelyen tárolják egy két köbméteres acéldobozban, amelyet ipari habbal töltöttek fel. SCP-813-nak mindvégig a habba kell merülnie, és nem érintkezhet közvetlenül a tároló falaival. Az acéldobozt rugalmas áványokra kell felfüggeszteni, és nem lehet semmilyen felület három méteres környezetében. Az SCP-813 kötőjel egyet hordózó személyeket elkülönítve hagyományos emberek számára alkalmas szellákban kell elhelyezni. Az SCP-813 kötőjel egy darabokat el kell távolítani a gazdaszervezetből, amilyen gyorsan csak lehetséges. Az SCP 813 kötőjel 1 sebészi eltávolításához szükséges további információk a 813 kötőjel 1-es számú dokumentumban találhatók. Az eltávolítást követően minden egységet szeparálva légmentesen zárható, 1x5 cm-es tárolóban kell elhelyezni. Abban az esetben, ha egy SCP 813 kötőjel egyet hordozó személy meghalna, vagy egy számon tartott SCP darab hiányozna, a területet azonnal le kell zárni, és kutatást kell szervezni a kérdéses darab megtalálására. A személyzet minden tagjának, aki SCP 813 kötőjel egyet kezel, vagy hordoz, megerősített üveggel ellátott sisakot kell viselnie. Minden elzárt személy esetében, aki látási zavarokat vagy rendellenességeket tapasztal, annak okait azonnal ki kell vizsgálni. SCP-813 nem lehet SCP-882 vagy más műtárgy 10 kilométeres környezetében, amely kapcsolatba hozható a megtört Isten egyházával. Leírás SCP-813 egy gömb alakú üvegszobor. Bizonyítékok utalnak arra, hogy a gömb eredetileg 45 cm átmérőjű volt, azonban jelenleg a műtárgy eredeti tömegének 17%-a hiányzik. Közelebbről megvizsgálva, SCP-813-at feltárul egy mikroszkópikus, látszólag fémes, mechanikus szerkezet. Ez a szerkezet folyamatosan aktív, azonban nem tisztázott, hogy a meghajtása a szükséges energiát hogyan állítja elő, vagy hogyan tárolja. A műtár tulajdonságai lást később megakadályozták a szerkezet részletesebb vizsgálatát, és a spektroszkópiai vizsgálatok sem voltak meggyőzőek. Az SCP 813-at tartalmazó üveg rendkívül törékeny, és sokkal kisebb nyomás hatására elpattan, mint az várható lenne. SCP-813 minden esetben körülbelül 7 x 2 mm nagyságú szilánkokra törik, amely szilánkok tovább nem oszthatóak, ilyen értelemben jelenleg elpusztíthatatlanok. Amikor a műtárgy törik, a lepattanó szilánkok, innentől kezdve SCP-813 kötőjel 1, megkeresik a legközelebbi emberi célpontot. Megjegyzés, megállapították, hogy SCP-813 kötőjel 1 csak élő emberi lényeket vesz célba, akiknek legalább egy épszeme van. Hogy hogy képes meghatározni a célpontot, nem tisztázott. Az SCP-813 kötőjel 1 darabok ismeretlen módon képesek meghajtani magukat, így elérhetik akár a 131 km per órás sebességet is. Amikor SCP-813 kötőjel 1 eléri a célpontot, bejut az alany szemébe és beágyazódik a látóidegébe. A töredékek nagy becsapódási sebességének ellenére a szem vagy a test más részei nem károsodnak jelentősen. Az alany hirtelen éles fájdalmat érez és ideiglenes vakságot szenved, amely azonban néhány másodpercen belül elmúlik. Ezt követően SCP-813 kötőjel 1 Mikroszkópikus, ismeretlen anyagból álló vezetékeket bocsájt ki az áldozat agya felé. Ennek a jelenségnek nincsenek neurológiai vagy kognitív következményei, és általánosságban az áldozat észre sem veszi. Az SCP 813 kötőjel egyet hordozó személy durván két héttel a szilánknak történő expozíciót követően viselkedésében jellegzetes változásokat kezd mutatni. A jelenség ezen szakaszában az alany gyakran megszakítja az aktuális tevékenységét, és mozdulatlanul bámul maga elé több órán keresztül. A jelenség során az alany pupillái kitágulnak, és azok, akik közel tartózkodnak hozzá, fűzúgásról számolnak be, amelyet elektromos zajhoz hasonlítanak. Ezekben az időszakokban az alanyok teljesen válaszképtelenek, bárhogy is próbálják felrázni őket, azt követően pedig tagadják, hogy valaha ilyen állapotba kerültek volna. A következő három kötőjel négy hónapban ezek a jelenségek egyre hosszabbá válnak, egészen addig, amíg teljesen át nem veszik az alany napi rutinját, az ettől való eltérés csak a szükséges táplálkozás és pihenés ideje alatt jellemző. SCP-813 kötőjel 1 az alany haláláig a látóidegben marad. Azután a szilánk eltávolítja a vezetékeket az idegrendszerből, és kilőködik a látóidegből a legközelebbi ember felé, és így a folyamat újra kezdődik. A szilánkok mesterséges eltávolítása műtéti vagy más úton az alany halálához vezetnek, amely után a szilánkok azonnal a szokásos módon új gazda szervezet után néznek. 813 kötőjel 001-es számú melléklet. A tárgy megszerzése és további anyagok. SCP-813 először egy páncélozott konvojból került elő, -ban, amelyet a megtört Isten egyházának ismert tagjai szerveztek. A láda, amelyből SCP-813 előkerült, szokatlan tulajdonságokat mutatott, amelynek hatására a műtárgy lebegett a doboz közepén. Azonban a rajtaütést követő összecsapás során a láda megsérült, így nem tartotta fent tovább SCP-813-at, ami aztán leesett. A ládában lévő párnázás megóvta a műtárgyat, hogy teljesen összetörjön, azonban a konfliktus során a lövedékek repeszei valószínűleg eltalálták SCP-813-at, és számos SCP-813 kötőjel egy szilánkot letörtek róla. Ezek azonnal megtámadták a mobil munkacsoport számos tagját. Úgy tűnik azonban, hogy az SCP-813 kötőjel egy szilánkok nem támadják meg az egyház tagjait. Az eseményeket követően SCP-813-at a számú telephelyre szállították vizsgálatra. Az egyház egyetlen tagja sem élte túl az összecsapást. Egy papírdarab, amely feltételezhetően egy kézzel írott levél egy darabja, szintén előkerült a konvojból. A következő ennek a levélnek a kivonata. Egy szem mindent lát, kivéve saját magát, hogy azt is lássa, kell még egy. Ami egyszer párban volt és most szétválasztották, azt újra egységbe kell állítani. A szilánkén keresztül a megtört szem lát. Megtört Isten a pogányok elmén keresztül keres.